Hello, sziasztok srácok, Kristóf vagyok, és itt is lennénk egy újabb ilyen, vagy hát ilyen még nem volt, na mindegy. Mi ez? Squad Builder Showdown epizóddal, ugye itt van velünk Peti, láthatjátok, meg van osztva a kijelzőnk szépen. És hát a... Igen, itt van Peti, a csatornát megtaláltuk a leírásba, szokott lábukat csinálni, mindent, ami FIFA, meg ilyesmi, úgyhogy nézzetek rá a csatornájára. Na, tehát ugye, az Ibra köré fogunk építeni a csapatot, és igazából ennek a kis... játéknak az a lényege, hát igen, hogy ki kell találni egymás játékosát, és akkor tud riprészelni, mit tudom, egy bronz kapussal, és így le kell győzni a másikat, és így könnyebb legyőzni, nyilván ott jött, mit tudom, nem egy Hazard van, hanem mit tudom, ami 40-es futó, úgyhogy hát érdekes lesz, meg nagy a tét is, úgyhogy tényleg, ja. Mi lesz a izé? Legyen az a végén, hogy aki veszt, vagy igen. Bocs, aki nyer, az igen. Egy ilyen search and discard jellegű, de csak egyet választhat, és akkor az discardolni kell. Ja, hát jó, így... a csapatból, oké. Okay, ja, tehát összekevered a csapatot, és akkor végig jó. Na, ez így rendben van, oké. Okay. Akkor lesz ma a search and discard is, ez így egész jó. És akkor ugye a formációt úgy választjuk ki, hogy így pörgetjük, és akkor így... Nem, igen. Azt is fel kell írni. Ja, tehát akkor most én kiválasztok egy formációt, és igen, akkor és mit tudom én, abba szeretnék játszani. Jó, várj, én most itt válaszgatok nagyba. Elvileg én kész vagyok, úgyhogy mondd a formációdat. Jó, na itt van a formáció, benn van a kamerában, csinálhatod. Már választottam. Ja, de mondjad. Te mondod a formációdat, én meg csak mutatom a kamerába. Ja, 4-4-1-1. Jó, hát akkor használhatod, mert 4-3-2-1-et írtam. 4-3-2-1. Mert tudod, mert mindig azt használom. Ah, mindig igen, azt használom. Igen. Na igen. Na, nekem is fel van. Jó, akkor én írok egy olyat, hogy... Nem tudom, srácok, ezt fordít fogjátok látni. Nem, vagy... amúgy. Tehát úgy hát kell, én most bemutatom ahogy... a kamerába. Mindegy, hogy milyen hülyén le... Vagy hogy tartsam én ezt? Nem normálisan tudom, igaz... tart, és akkor jó lesz. Talán ez ilyen hülyén néz ki. Úgy néz ki, mint valamilyen SS villám. A szám, amit odaírtam. Na, mondjad! Na, mehet. 4-5-1. 4-5, mehet. 4-3-3-2-es variációt választottam. Na jó, akkor idáig tiszta. Várj, akkor neked mi is lett? 4-3... Mi? Nem. 4-4-1-1. Igen. Akkor legyen úgy, hogy akkor a két szélsőt először felírjuk, és akkor mondjuk, nem? Jó, én közben tehát így próbálgatom a játékosokat jó. Betenni. Nekem megvan a két választás. Jó, várjál. Nagyba gondolkodok, hogy kit is lehetne betenni, kit nem lehetne betenni, mert... Peti azt írta oda, hogy ne tegyem be, nyilván. Nézelődök szép játékosokat, akik úgy jó lehetnének ebbe a pozícióba, és hogy meg is állják magot a keretbe. Akkor, hát igen, én hát, akkor... Mint úgy, hogy én rakom be, és akkor te írod. Igen, tehát most rak be. Én most fölírok olyan játékosokat, hát akik meg ott vannak a szélen. Látok egy picit ilyen Ferdén, de egyértelmű lesz úgyis. Na mondd! Na, jobb szélre én használni szeretném egy informot, és 80-as inform RV Money. Mert? És bal szélre pedig... kit is akartam? Ja igen, megvan. A transferelt Manchester City Nolito 82-es. Mehet. Na, be van mutatva, rakhatod. Na, hát... bal szélen egy ismerős arc lesz. Egy transfered Nolito. Jobb szélen ismét egy ilyen transfered játékos. Igen. Töre. És ismerem. Használtad mind a kettőt. Kiket írta? Willian és Depay. Depayt mind a ketten írtuk, ja. Ja. Na jó. Akkor ugye három. Úgyhogy nekem van egy CF-em. Nekem három középpályás, hát igen, nyilván CF is oda van. Kettő CM, egy CF, így van. Aha, jó, nekem és két ide... CAM, meg egy CM. Jó. Nekem jó. Mehet igazán, de majd van szer. Vagy várjál, rakhatod. Ment vannak. Mármint, hogy ilyen ja. Aki... nem, na várjál, mondom. Hogy legyen. Én mutatom kamerában a neveket, nem? Igen, és akkor én mondom. Aha, én jó, mondom. Jó, na, itt van a három játékos gyerekek, nem tudom. Szóval, central fielderként egy... Ilyen retro játékos jött. Ajjajjaj, igen. Egy Balotelli 86-os. Az komoly. Várjál, de ez jön, nem? Az olasz, nem? Ez semmi kemben nincs, nem? De, Liverpoolos. Ja, aha, jó, oké. A kettő középpályás, egy Gündogan és egy... Zsaka. Azt látod mind a jó.
Jó, az eddig 5 átigazolt játékos van. Szóval akkor-e. Nem tudom, hogy kell élni a tag nevét. De... Már még biztos. De azért megpróbálod, nem? Jó, na akkor hát és rájöttük megint egy ilyen izén fordítva, de lejön az, hogy én oda kiket írtam. Na, az egyik kamom az nem más akar lenni, mint 84-es Coutinho. Igen. A másik az egy 86-os Manchester City-s De Bruyne. És a... Hoppá, itt váltogattam nagyon. A CMM pedig nem más, mint Schweinsteiger. Hát te van egy rossz hírem. Micsoda? Van egy rossz hírem. Jaj, nem jó. Egyik se. Micsoda? Nem, csak az egyik, nyugi. Azt hittem. Azt amúgy, hittem, hallod. Amúgy esküszöm, a Schweinsteigert azért éreztem, mert nem tudtam leírni a Schweinsteigert. Ti a tényleg, te jó. Aztán inkább írtam az izét, a Yaya Touré-t. Mondom, azt nem tudom leírni, hogy Schweinsteiger. Nem áll. Meg az izét, a De Bruyne-t is elkezdtem, Coutinho nincs. Ajj, és akkor nézek neked oda egy szép játékos, mit tudom én. Az a vicc, hogy Coutinho-t most láttam meg klubban, hogy van. Ma mondom, akkor berakom, mert megvettem Santi Cazorlát. Az jó. Akkor Iversen. Iversen? Iversen, igen. A 51-es? Igen. Shirts My Club, nem? Transfer Market, jaj de szép. Hoppá, várjál, itt bajok vannak. Na. Na, szóval akkor én... két szélső védő, igen, most ezt én fogom fölírni. Igen. Szóval akkor, tehát hogy gyerekek, így állunk, a csapat eddig csak Petinél lyukacsos. Én nálam itt egész jó, mivel nincs gond. Szóval én már is írom itt a jobb szélsőt, aztán megjósolom a bal szélsődet, aki szerintem... Hát... Okay. Na, igen. Jobb szélre. Én gondoltam egy... Ha betölti a FIFA. Mindjárt mondom, egy Walker. 92-es futással. És bal védőbe pedig igen. Nem más, mint... Mindjárt mondom neked. Na. 77-es Holebas. Peti kifagyott, pedig mondta volna a balt. Hello. Nekem ott egy Moreno van. Írva, de még neki is. Milyen visszahívjuk. Hello. Na. Meg, azt még hallottad, hogy ki van a jobb, meg a bal? Nem, ja, nem hallottam. Hát itt ja, jó, na. Akkor mondom még egyszer, szóval. Mehet? Kyle Walker és ki van bal oldalon? Ja, Walker és bal oldalon pedig Holebas. Mind a kettő mehet. Zsí. Ja, na akkor írok. pörgessük föl, ja, nálam. Gyorsan, várjál, írok, várjál. Na megvan. Na, közben itt ráfeszítettem a kamerába, nagyon szép volt. Szóval, jobb oldalon egy Kyle Walker. Igen. Bal oldalon meg egy Baba. Mind a kettőt használtad. Jó. Jó. És akkor a jó. Két védő meg a kapus, nem? Igen, azt egyszerre mehet. Ajajaj, mehet tőlem már. Na. Akkor ezt most... most ezt én, vagy hogy van? Hát írjad akkor te, és akkor én rakom ja. Fent. Vannak? Mehet, igen. Na, egyik védőm az nem más, mint Kompany. Igen. A másik, akit gondoltam, az Otamendi. Igen. És kapuba pedig Courtois, 86-os. Te nagyon röhögsz. Hát egy mínusz egy. Kompany talált, Otamendi nem. Viszont izé, igen. És a ja, másik sem. Nem áll, szóval. Nem. Jó. Na. Ez pont középben, ne. Jó. Igen, az úgy vettes lesz. Akkor ír be azt, hogy Huddart, két D-vel. H-U-D-D-A-R-T. Várjál, Huddart? Ja. Na, ő már van. Csak, ja, yeah. Itt van 200 zsír. Jó, na megvan. Na, most te jössz. Így van. Jó. Na, neked, várjál, kell neked írni egy... 2 CB, meg egy kapus. Courtois. Igen. Terry. Igen. És Morgan. Hát...
mondanám azt, hogy használhatod, de nem használhatod mindet. Terry, te tudja a Courtois-t, nem. Nem, mondom Terry. Vettem belőle rózsaszint, hallod? Megvettem belőle a rózsaszint. De rossz. Mondom, hát ki az élet, aki ezzel a szar kártyával játszik? Kit vegyek? Várjál, keresek neked valakit. Megvan? Egy van a marketon 200-ért. Most már nincs a piacon, ja, ritka játékos. Ritka. Na jó. Rarer than Pelé. Ja. Na. Akkor hát kész is van a csapat, nálad 2 mínusz van. Nálam még egy. Na akkor srácok, itt is lennénk a mérkőzéssel, és hát a csapatok készen állnak, ugye Peti csapatába, hogy is vagyunk, hogy a 2 hiányos játékos van. Az enyémben meg egy, igen, úgyhogy jobban állok, de igazából mind a kettőnk védésorában egy ilyen rossz játékos, vagy egy kapós, úgyhogy hát ott majd érdemes lesz figyelni. Na és akkor ellenfél csapata. Hát igen, nekem nincs meg így a százas összhang. Talán a Nonitól kíváncsi vagyok, értem, mert tudtam még vele, amúgy nagyon csomó játékos van, akikvel így értem, nem játszottam. Tudod ki ilyen? Még mit tudom, Lacazette, meg én nem is játszottam még a Lacazette-t nagyon. Pedig... Ja, a Dybala igazából nagyon jó kis játékos. Tehát rá nem nincs panaszom, én vele sokat játszottam, meglepően nagyon jó, meg erős, meg minden, úgyhogy... Ja. Na, akkor nézzük a mérkőzést. Nincsen lag. Ajjaj, viszont az Ibra... Úristen. Mi a fasz? Na jó, itt még közben én még kisegtem az öltözőbe, az kapok egy gólt Ibrával. De nincs lag. Fú. Hát te vattadat, hogy van lag. Nem, nincs lag. Én mondom, itt örültem, mondom, jó lesz a játék, nincs lag. Na jó, keljünk föl, vagy nem tudom. Hajrá. Na jó, remélj a labdákkal. Ugyanúgy lövés! Majdnem. Hát ja, Ibra lő így nagyba, de neked bement fel, nekem még sajnos nem. Srácok, nem felejtjük el, hogy ugye az a tétje ennek a mérkőzésnek, hogy tehát a győztes mondhat egy játékos az ellenfél csapatából randomra, tehát ugye meg kell keverni a felállást, majd meg kell keverni a játékosok pozícióját, és azt kell diszkárolni a vesztesnek, tehát nem tudom én, lehet akár a Balotelli is, vagy az Ibra is. Hát remélem, hogy a Balotelli lesz, mert akkor nem tudik. Igen, mert vele is lesz következőnek egy videó. Vagy fejelen! Majdnem. Jajjaj. Csaká! Lövés! Courtois mit védett. Nem oda akartam, ott volt üresen a Nolito. Jajjaj. Így se rossz. Úristen! Azt a mindenit. Megcsinálta, nem tudom ki volt ez. Való. Balotelli? Hát igen. Szerintem, ja. Hát ő az egyetlen végen. Hát mondjuk igen. Az jó, Ibra. Te tényleg nem veszed át, ember? Most mondd meg. Hát tényleg, tehát, hogy... Ezért ezt nem vártam. Kösz. Érdekes dolgok történnek, most komolyan mondom. Amúgy pont ott van az iPad-emnek a teteje, ahol itt a szél van, és nem látok semmit. Tehát itt a legalján. Most kell vestem ki, dob be. Én vagyok? Aha, törek. Jó. Akkor jó. Az jó, megvan, jó, hát én is, lapon is tudok izéni. Walker. Nem így akartam, de így is jó! Jó. Elesett az izé, Balotelli. Rúgjuk ki, gyerekek, menjünk, még bármi lehet. De miért? Amúgy ott úgy pattog a labda, azt tudom, merre megy. Labda össze-vissza ment az előző 5 percbe. Tehát, hogy így. Azok az Ibra fut, akivel nem bízok, hogy el tud futni, de bízhatok? Nem, szélre, most utolsó percekbe. Zsaka, egyik se valami gyors. Jézus, ez ilyen be labda bement volna. Akkor bomba gólok meccse körülbelül. Hát ja, Ibra. És lefújja pont, amikor lőttem volna. Első fél idő végén, hát kiegyensúlyozottan egy-egy. Két gól. Teljesen jó az így. Ott egy játékos. Ibra megint ugyanúgy! És most Courtois véd. Ibra nem veszi át ezeket a fejes izéket. Most viszont Balotelli viszont tud menni. Óha. Nolito is tud menni. Óha. Mondokodtam rajta, hogy elvállaljam, vagy ne vállaljam el. De bemondom, nem kockáztatok, max egy szöglet lesz. 2-1.
Hát fordul a meccs. Igen, tehát neked az azért ott a csatásor vagy kapus az nem a legjobb. Tehát érted, mert hozzá kell a labda, nem tudsz lőni. Nem, hát. Védőként ott elmegy, érted, de... Már... Csatárba, az legrosszabb. Nem, így oda van aztán. Ja, kamba, hát igen. Hát igen, de akkor is. Viszont most nem olyan gyors oda. Közben nekem a telefonom rezeg itt a kommentet, innen is üdvözlöm. Posztolgat a csoportokba, 40 ezer feliratkozó körül, mi nem kell posztolgatni. A komment a GTS, nem tudom ismered. Nem, nem oda! De jó! Gyönyörű! Hosszúba! Úristen! Az meg ott belemegyek, vagy nem? Hú, az viszont most gond van, mert én nagyon ultra attackingon voltam, vagy valami olyasmin. De nagyon lassú. Ja, az a kapusod volt. Hát igen. Na, lemaradok. Vissza! Jézus! Ez ki volt, Svájni? Aha. Hát Svájni jött. Bepattant róla. Pedig mondom, úgy is szokott passzolni, hát... Fogtam a játékost, mindenkit. Mani, jó lesz az. Jó lesz az, Balotelli. Ott megy most a Gündogan. Ibra üresen van benne, ezt el fogom rugni. Jó. Majd Balotelli, az gyorsabb vagyok szerintem, hol lebasztál, nem? De most viszont ott jövök. Nem jó, miért nem posztoltam már. Nem szabad, nem. Úristen, megvan! Utolsó percbe. Nem tudom, ki rúgta, de... Gündogan. Ki volt ez? Gündogan, ennyi, izé, Dortmund, jó, meg City is, az egyik sem szeretem, de így jó. Ne fagyjon ki a gépem, könyörgöm, most azt úgy nagyon megköszönni. Hát látszik, hogy itt vagyunk, és hát utolsó percben nyertünk. A gólszerzők népszerint Balotelli, Gündogan, Nolito, Schweinsteiger és Ibrahimovic. Hát Ibra nálam nem szerzett gólt, viszont Petinél igen. És akkor most jön itt a kemény dolog az, hogy Petinél valakit nekem diszkárdolni kell. Hát igen. Na erre itt izélnünk csapatot. Hát nagyjából így össze van sorsolva, ja. Szóval, milyen formációban vagy? 4-5-1. Jó. Egy választásod van. Igen, srácok, egyet mondatok. Kommentbe írjátok meg most, hogy ti mit mondanátok. Nyilván ti láthatjátok a kijelzőt, én nem hát látom igen. Peti kijelzőjét. De én azt mondom... Eléggé lobog itt a szívem. Bal szélső védő. Tehát LB? Igen. Hát maradt a csapatból ott a helyén. Úgyhogy ez egy holabasz. Hát akkor semmi. Hú. Basszus! De pedig ez volt az első megérzésem. De tényleg, tehát semmiben nem gondolkodtam, csak ebben. Nem tudom miért. De úgy látszik hibás. Mindenki maradt Ibra. A helyén, vagy mi? Nem, Ibra bal oldal, CB. Ja. De Bruyne jobb oldali védő, és Sané vagy Mané jobb kam. Uh-huh. Körülbelül ennyi, ja. Hát srácok, itt lehetett volna nagy dráma is, de végül is nem nagyon lett. Úgyhogy hát köszönjük szépen Petinek a részvételt itt ebbe a videóba. A leírás első sorába megtalálhatjátok a csatornának a linkjét. Úgyhogy éppen az egyik néző írta, hogy legyen 100 millió squad builder. Úgyhogy hát ilyen biztos nem lesz. Ottali. Sky Birel, vagy nem tudom mi, most ezt így név szerint bemondalak. Na, úgyhogy köszönöm szépen, srácok, hogy itt voltatok. És akkor nézzétek meg Peti csatornáját is. FIFA live-ra szokott nyomni meg mindent, amit szeretnétek, mindent, ami FIFA szintén. Ja, meg ott is lesz egy izé. Ja, és igen, ott lesz egy ilyen Balotellire építünk egy csapatot, vagy hát valószínűleg rá fogunk így Balotellire fogunk építeni egy ilyen csapatot. Hasonló lesz a móka, mint akár itt, úgyhogy érdemes lesz figyelni. Ezt úgy is fogjátok látni a Facebook oldalamon, meg ilyesmi meg fogom osztani. Jó, srácok, hát én a saját nevembe köszönöm szépen a figyelmet, iratkozzatok fel Petire is, illetve ha még nem mellettek feliratkozva, akkor rám is. És akkor további szép napot nektek, és ne feledkezzetek meg az akcióról, a FIFA akcióról. És hát most ezt így a videó végén elmondom, hogy ha minden igaz és minden összejön, szombatra fogjuk tenni a 12 órás live-ot, de ennek majd lesz event is, meg minden. Szóval srácok, sziasztok! Hello.